Sziasztok gyerekek, én György Évics Elvira vagyok, az Entai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola matektanára, és folytatjuk a három ismeretlenes lineáris egyenletrendszereket, ezúttal a szöveges feladatot fogunk oldani. És akkor az első feladatnak nézzük a szövegét. Egy osztályteremben a gyerekek három padsorban ülnek. Az első és a második padsorban ülő gyerekek számának összege éppen háromszorosa a harmadik padsorban ülők számának. A második és harmadik padsorban összesen 21 gyerek ül, számuk kettővel több az első és a harmadik padsorban ülők számának összegénél. Melyik padsorban hányan ülnek? Jó, először is, ugye, ha akarjátok, akkor rajzoljátok le magatoknak, hogy van ugye három padsor. Ugye ez az első, ez a második, és ez pedig a harmadik padsor. És akkor jelöljük ismeretlenekkel azt, hogy az első padsorba hányan ülnek, a másodikba, illetve a harmadikba. Az első padsorba X gyerek ül, a másodikban Y gyerek ül, a harmadikban pedig Z darab gyerek ül. És akkor kezdjük el kirkálni, hogy a szövegünkből, hogy milyen információink is vannak megadva. Tehát tudjuk, hogy az első és a második padsorban ülő gyerekeknek a számát, hogyha összeadjuk, akkor az a háromszorosa lesz a harmadik padsorban ülők számának. Tehát az első padsorban és a második padsorban ülő gyerekek számát összeadjuk, tehát X-et és Y-t összeadjuk, és az annyi lesz, mint a harmadik padsorban ülő gyerekek számának a háromszorosa, tehát az egyenlő lesz 3Z-vel. Ez az első egyenletünk, látjuk, hogy mind a három ismeretlen benne van ebben az egyenletben. Nézzük a második összefüggésünket. Az, hogy a második és a harmadik padsorban összesen 21 gyerek ül, a második padsorban Y számú gyerek ül, a harmadikban Z számú gyerek ül, tehát őket, az ő számokat összeadjuk. Tehát tudjuk, hogy az Y plusz Z az egyenlő 21-jel. És azt is tudjuk, hogy az ő számuk kettővel több az első és a harmadik padsorban ülők számának összegénél. Tehát az Y plusz Z az kettővel több, mint az első és a harmadik padsorban ülők száma. Tehát, hogyha az Y plusz Z az 21, akkor tudjuk, hogy az első és a harmadik padsorban összesen 19-en ülnek, tehát tudjuk, hogy az X plusz Z az egyenlő 19-el. És akkor látjuk, hogy megvan a három egyenletünk, és van három ismeretlenünk, és ha három egyenletünk van három ismeretlennel, akkor biztosan meg fogjuk tudni határozni, hogy melyiknek mennyi az értéke. Az a kérdés ugye, hogy melyik padsorban hányan ülnek, tehát meg kell tudnunk az X-et, Y-t és az Z-t is, hogy melyik pontosan mennyi. És akkor most vizsgáljuk meg, hogy milyen módszerrel tudnánk dolgozni tovább. Ugye azt tanultuk, hogy mindig arra törekszünk, hogy csináljunk egy két ismeretlenes egyenletrendszert. Tehát például kifejezzük az első egyenletből az X-et, és azt behelyettesítjük a másik kettőbe, és akkor majd kapni fogunk két olyan egyenletet, amiben már csak két ismeretlenünk van. Tehát az X-et, ha innen kifejezzük, akkor az Y-t innen át akarom vinni a másik oldalra, hogy az X ugye a bal oldalon egyedül maradjon, és az Y-t átviszem a másik oldalra, akkor ott lesz mínusz Y belőle, tehát 3Z mínusz Y-nal lesz egyenlő az X, és ezt ide nem is kell behelyettesítenem, ugye, mert itt nincsen X, viszont a második és a harmadik egyenletbe az X helyére beírjuk ezt a kifejezést. Úgyhogy akkor a második egyenletet csak fogom és lemásolom. Y plusz Z az egyenlő 21-el, és a 3Z minusz Y jön az X helyére, plusz Z az egyenlő 19-el. Látjuk, hogy a második egyenletet tudjuk egy kicsit rendezni. Tehát az Y plusz Z egyenlő 21-et ezt lemásolom, és a második egyenletet pedig, hogyha rendezem, a 3Z-t és az 1Z-t össze tudom vonni, és akkor abból lesz 4Z mínusz Y az egyenlő 19-el. És akkor látjuk, hogy ugye mi úgy szeretjük, hogy az egyenletrendszerben az ugyanolyan ismeretlenek egy oszlopban vannak, és látjuk, hogy itt nem az a formánk van, tehát az Y alatt Z van, itt az Z alatt Y, tehát ezt hozzuk olyan formára, én azt ajánlom, mert kevesebb hibátok lesz
ebből. Van, aki így is abszolút látja, hogy mit mivel kell összevonni, de én azt ajánlom, hogy ezt írjuk át egy olyan formára, hogy az Y-ok lesznek egy oszlopba, és a Z-k egy másik oszlopba. Tehát Y plusz Z egyenlő 21-et lemásolom, és akkor a mínusz Y-t írom ide az Y alá, és a plusz 4Z az pedig jön a Z alá, és az egyenlő 19-el. És akkor látjuk, hogy megint csak tudnánk menni akár a helyettesítés módszerével, mert az Y-t is innen könnyű kifejezni, illetve az Z-t is innen könnyű kifejezni, de azt is látjuk, hogy ha az ellentett együtthatók módszerével szeretnénk haladni, akkor már is készen áll arra, hogy kiejtsük az Y-os tagunkat, mert itt plusz Y van, itt pedig mínusz Y. Tehát, hogyha összeadjuk a két egyenletet, nem is kell rajta semmit se változtatni, és már is ki tudjuk ejteni az Y-os tagunkat. Tehát ő kiesett, és Z plusz 4Z, az lesz 5Z, az pedig egyenlő, és a 21 plusz 19, az lesz 40. És ebből az egyenletből látjuk, hogy itt már csak egy ismeretlenünk van, úgyhogy könnyedén ki tudjuk számolni, hogy mennyi a Z-nek az értéke. Tehát az ötös itt mivel szorozza az Z-t, akkor őt hátviszem a másik oldalra, ott osztani fog, tehát Z egyenlő 40 per 5-tel. És a 40-et és az 5-öt, hogyha leegyszerűsítem, akkor azt kapom, hogy az Z az egyenlő 8-al. Tehát tudjuk, hogy 8 gyerek, válaszoljunk ugye a kérdésre is, gyerek ül a harmadik padsorban. Jó, de nekünk mindegyik padsorban kell tudnunk, hogy melyikben hányan ülnek, tehát tudjuk a harmadik padsorban, hogy 8-an ülnek, és akkor keressünk egy olyan egyenletet, amiben benne van a Z és az Y is. Itt van egy olyan egyenlet, vagy akár ez is, mindegy melyiket válasszátok. Én ezt fogom kiválasztani, és ide fogom behelyettesíteni, hogy az Y plusz 8 az egyenlő 21-el. És akkor innen az Y-t ki tudom úgy fejezni, hogy Y egyenlő 21 mínusz 8, ugye 8-ast átviszem a jobb oldalra, és Y egyenlő 13-mal. Tehát megkaptuk, hogy a 13 gyerek ül a második padsorban. És akkor most már csak az első padsornak a gyerekeit kell kiszámolnunk, és látjuk, hogy itt be is karikáztunk egy összefüggést. Az első padsorban ülőknek a számát meg tudjuk kapni a harmadik, illetve a második padsor gyerekeinek a számából, tehát ide behelyettesítem az Z helyére azt, hogy 8, és az Y helyére pedig azt, hogy 13. Tehát ide írom, hogy X egyenlő 3x 8 mínusz az Y az pedig 13, és X egyenlő 3x 8 az 24, és a 24-ből ki fogok vonni 13-at, és a 24 mínusz 13 az 11 gyerek ül az első padsorban. A második feladatunk szövege így hangzik. Egy kis teherautóra 2 kg, 3 kg és 7 kg tömegű dobozokat pakoltunk fel. A dobozok számának fele 7 kg tömegű, a 2 kg tömegű dobozokból 12 darabbal kevesebb volt, mint a 3 kg tömegű dobozokból. A teherautóra rakott dobozok együttes tömege 500 kg. Melyik dobozból mennyi van a teherautón? És akkor most megint először is vegyünk fel ismeretleneket, és írjuk fel, hogy melyikkel mit fogunk jelölni. Tehát X-el fogjuk jelölni a 2 kg-os dobozok száma. Aztán Y-nal jelöljük a 3 kg-os dobozok száma. És Z-vel jelöljük a 7 kg-os dobozok számát. És akkor nézzük, hogy melyik összefüggést
hogy tudjuk fölírni ezekkel az XYZ-k segítségével. Tehát tudjuk, hogy van fönt ugye 7 kilós, 2 és 3 kilós dobozaink, mindegyikből valamennyi, és tudjuk, hogy a 7 kilósból van igazából a legtöbb darabunk, mert az összes doboznak a felét a 7 kilósok teszik ki. Tehát a felét, azaz azt jelenti, hogy a 2 kilós és a 3 kilós dobozokból pontosan annyi van, mint a 7 kilósból. Tehát a 2 kilósokat X-el jelöltük, a 3 kilósokat Y-nal, és az ő darabszámuk megegyezik a 7 kilós dobozoknak a számával, tehát fel tudjuk írni, hogy az X 2 kilós dobozoknak a számát összeadjuk a 3 kilós dobozok számával, akkor megkapjuk, hogy hány darab 7 kilós dobozunk van. Aztán nézzük a következő mondatot. A 2 kiló tömegű dobozokból 12 darabbal kevesebb volt, mint a 3 kiló tömegű dobozokból. Ugye X-el jelöljük a 2 kilós dobozokat, és azt írja, hogy abból 12 darabbal kevesebb volt, mint a 3 kilósakból. Tehát ahhoz, hogy ezt fölírjuk ezt az összefüggést, tehát a 2 kilós dobozokhoz még 12 darabot hozzá kell adnunk, 12 darab dobozt hozzá kellene adnunk, ahhoz, hogy megkapjuk, hogy hány darab 3 kilós dobozunk van. És akkor az utolsó összefüggésünk pedig ugye azt mondja, hogy az teherautóra rakott dobozok együttes tömege 500 kiló. Tehát tudjuk, hogy van 2 kilós dobozból valamennyi, 3 kilósból és 7 kilósból, viszont azt is figyelembe kell venni, hogy itt ugye kilóról beszél, tehát összesen 500 kilónyi van fönt, tehát ha van x darab 2 kilós, akkor azt úgy tudom fölírni, hogy 2-ször x kilót nyom a 2 kilós dobozoknak a súlya, aztán 3-szor y kilót nyom a 3 kilós dobozoknak a száma, és az utolsó az ugye 7-szer z, tehát 7 kilót nyom minden 7 kilós doboz, és van z darab ilyen dobozunk, és ezeket, hogyha összeadjuk, akkor az 500 kiló lesz összesen. És akkor látjuk, hogy megvan a három egyenletünk, és mind a három, és három ismeretlenünk van összesen. És azt is látjuk, hogy ez a középső egyenletben már ki van fejezve az y-unk, hogy az mennyi. És akkor ezt az y-t ide is be tudjuk helyettesíteni az első egyenletbe, illetve ide az utolsó egyenletbe is be tudjuk helyettesíteni. Írjuk akkor föl, ugye x, aztán az y helyre írom, hogy x plusz 12, és az egyenlő lesz z-vel. És hogyha a harmadik egyenletbe helyettesítem be, akkor pedig írom, hogy 2x, aztán nagyon figyelek, hogy 3-szor, és az y az két tagú, tehát zárójelbe rakom, hogy x plusz 12, és plusz 7-szer z, az lesz egyenlő 500-zal. És most már látjuk, hogy mind a kettő egyenletünkben mindössze két ismeretlenünk van, csak az x és a z. Tehát ezeket egy kicsit rendezzük, és akkor aztán megállapítjuk majd, hogy melyik módszerrel szeretnénk tovább haladni. Látjuk, hogy az x-et és az x-et össze tudjuk vonni, tehát itt van 2x-ünk. Az ismeretlent hozzuk át a bal oldalra, tehát 2x minusz z, és a 12-t azt pedig hozzuk át a jobb oldalra, tehát egyenlő lesz minusz 12-vel. A második egyenletben látjuk, hogy van egy zárójelünk, azt először tüntessük el, tehát 2x, aztán plusz 3x, és plusz 36, plusz 7z, az egyenlő 500-zal. Az első egyenletünk az most már teljesen rendezve van, tehát azt csak lemásoljuk. 2x minusz z az egyenlő minusz 12-vel, és a második egyenletben látjuk, hogy itt van 2x, meg 3x az 5x, és a 7z-t is lemásoljuk, tehát plusz 7z az egyenlő, és a 36-ot áthozzuk ide az 500-nak az oldalára, tehát 500 minusz 36-tal egyenlő.
Jó, és akkor még végezzük el ezt a kivonást, tehát 2x minusz z az egyenlő minusz 12-vel, és 5x plusz 7z az egyenlő 464-jel. És akkor látjuk, hogy most tudnánk dolgozni tovább a helyettesítés módszerével is akár, mivel hogy itt ezt az z-t könnyedén ki tudjuk fejezni, vagy tudunk haladni tovább az ellentét együtthatók módszerével, úgy, hogy ezt a második egyen, és az első egyenletet beszorozzuk 7-tel, mert akkor azt fogjuk kapni, hogy mínusz 7z, és a mínusz 7z-hez hozzáadom a 7z-t, akkor az ki fog esni, tehát az 0z, tehát úgy is tudunk akár haladni tovább, ahogy szeretnétek, ti így úgy csináljátok tovább a füzetbe. Én az ellentét együtthatók módszerével fogok továbbiakban dolgozni, tehát ezt beszorzom 7-tel, és akkor 2x-szer 7 az lesz 14x, aztán mínusz 7z az egyenlő mínusz 84-jel, és a második egyenletet azt pedig ugye nem bántom, és az lesz 464, tehát ezt lemásolom csak. És akkor megkaptuk ugye azt a formát, amikor az z-t ki tudjuk ejteni, úgyhogy adjuk össze a két egyenletet egymással, és akkor 14x plusz 5x az 19x, mínusz 7z plusz 7z az 0z, és az egyenlő lesz, 464-ből, ha kivonok 84-et, az lesz 380. És akkor már csak annyi a feladatunk, hogy itt ebből az egyismeretlenes egyenletből kifejezzük az x-et, tehát akkor a 19-est át kell hoznom a másik oldalra, és mivel itt szorozza, a 19 a másik oldalon osztani fog, tehát x egyenlő 380 per 19, és a 380-at és a 19-et, hogyha leegyszerűsítem egymással, akkor azt kapom, hogy az x az egyenlő 20-szal. Tehát itt 19-et tudok egyszerűsíteni, marad 20, itt pedig marad 1. Tehát megnézzük az x-el, mit jelöltünk, a 2 kilós dobozok száma, tehát 20 darab 2 kg-os dobozunk van. Nézzük aztán, van egy olyan összefüggésünk, ahol benne van az x és benne van az z, akkor oda helyettesítsük be a 20-at, mondjuk rá ide, tehát 2-ször 20 mínusz z az egyenlő mínusz 12-vel, 40 mínusz z az egyenlő mínusz 12-vel, és mínusz z egyenlő, a 40-et áthozom ugye a jobb oldalra, és ott lesz belőle mínusz 40, tehát mínusz 12 mínusz 40, és mínusz z az egyenlő mínusz 52-vel, én nem a mínusz z-re vagyok kíváncsi, hanem a z-re, ezért beszorzom az egész egyenletet mínusz 1-jel, és így megkapom, hogy az z az 52, az z-vel pedig a 7 kg-os dobozok számát jelöltük, tehát 52 darab 7 kg-os dobozunk van. És akkor a legutolsó még, amit nem számoltunk ki, ez a 3 kilós dobozok száma, és látjuk, hogy van mondjuk itt egy olyan összefüggésem, ahol a 2 kilósok és a 3 kilós dobozok közötti összefüggés van fölírva. Ide behelyettesítem az x helyére a 20-at, tehát 20 plusz 12 egyenlő az y-nal, és akkor innen megkapom, hogy az y az egyenlő 32 darab 3 kilogrammos dobozunk van. Amit az előbb elfelejtettünk fölírni, ugye azt beszéltük meg, hogy mindig rendezett hármasban írjuk fel a megoldásunkat, tehát írjuk még le, hogy x, y, z az egyenlő, és akkor az x helyére beírjuk, hogy 20, az y helyére beírjuk, hogy 32, és az z helyére pedig beírjuk, hogy 52. Tehát ez a megoldás halmazunk. A harmadik feladatban egy háromszögről van szó, olvassuk el a feladatot. A háromszög egyik belső szöge 50 fokkal kisebb, mint a másik szög négyszerese. A harmadik szög a második szögnél 40 fokkal kisebb. Mekkorák a háromszög belső szögei? Először is rajzoljunk le egy háromszöget segítségül magunknak. Tehát itt van egy háromszögünk, tudjuk, hogy van neki ugye három darab szöge,
tehát alfa, beta és gammával jelöljük őket, és akkor legyen az az első szögünk, vagyis az egyik szögünk ez az alfa szög, és az alfa szögről tudjuk, hogy az 50 fokkal kisebb, mint a másik szög négyszerese. Tehát az alfa szöghöz hozzá kell adnom 50 fokot ahhoz, hogy ugyanannyit kapjak, mint hogyha a másik szöget beszorzom négyel. Írjuk akkor fel, tehát az alfához, hogyha hozzáadok még 50 fokot, az ugyanannyi, mint hogyha legyen ez a másik szög, a beta, a négyszer veszem a beta szöget. Aztán nézzük a második mondatot. A harmadik szög a második szögnél 40 fokkal kisebb. Tehát a harmadik szögünk az a gamma, és a gammáról tudjuk, hogy a második szögnél, tehát a betánál 40 fokkal kisebb. Tehát a gammához hozzá kell adnom 40 fokot, ahhoz, hogy ugyanakkor a szöget kapjak, mint amekkora a beta. És akkor már is jön a kérdésünk, mekkora a három szög, mekkorák a háromszögnek a belső szögei. És akkor ha megvizsgáljuk a két egyenletünket, akkor látjuk, hogy van benne három darab ismeretlen, itt van az alfa, beta és a gamma, és nekünk van három ismeretlenünk, de csak két egyenletünk, és úgy beszéltük meg, hogy ugye ezt nem tudjuk akkor egyértelműen megoldani. Viszont van még egy dolog, amit tudunk egy háromszögről, méghozzá azt, hogyha a belső szögeket összeadjuk, akkor biztosan 180 fokot fognak kiadni. Tehát tudjuk, hogy az alfa plusz beta plusz gamma az egyenlő 180 fokkal. És akkor már is megvan a három egyenletünk, három ismeretlennel, és akkor helyettesítsük be, látjuk, hogy például ez a második egyenlet, ez már is, itt már is ki van fejezve a betánk, tehát az első és a harmadik egyenletbe is be tudom helyettesíteni a beta helyére ezt a kifejezést. Tehát akkor nézzük, az első egyenletből lesz, hogy alfa plusz 50 fok, az egyenlő 4-szer, és megint nagyon odafigyelünk, mivel két tagú kifejezés van a beta helyett, ezért zárójelet rakunk, gamma plusz 40 fok. Nézzük a második egyenlet, és a harmadik egyenletbe, ha behelyettesítem, akkor írom ugye egy alfa, aztán jön most a betának az értéke, gamma plusz 40 fok, és jön a gamma egyenlő 180 fokkal. És akkor most mind a kettő egyenletet rendezzük, itt tüntessük el az első egyenletben a zárójelet, tehát alfa plusz 50 fok az egyenlő 4 gamma plusz 160 fokkal, és akkor alfa plusz gamma, bocsánat, itt a gammát, ugye ezt a gammát és ezt a gammát össze tudom vonni, tehát alfa plusz 2 gamma plusz 40 fok az egyenlő 180 fokkal. Még mindig egy kicsit rendezzük az egyenletünket. Látjuk, hogy még nincsenek bal oldalra rendezve az összes ismeretlen, tehát akkor ezt a 4 gammát hozzuk át a bal oldalra, és kapjuk, hogy alfa mínusz 4 gamma az egyenlő 160 fok, és az 50-et hátozom a jobb oldalra, akkor lesz mínusz 50 fok. És akkor a második egyenletben pedig alfa plusz 2 gamma az egyenlő 180 fok, mínusz a 40-et, hogy hátozom a jobb oldalra, akkor lesz belőle mínusz 40 fok. Jó, és akkor még most csináljuk akkor meg azt, hogy összevonjuk a jobb oldalon a számokat, tehát alfa mínusz 4 gamma az egyenlő lesz 110 fokkal, és az alfa plusz 2 gamma az pedig egyenlő lesz 140 fokkal. És már is megkaptuk azt a két ismeretlenes egyenletrendszert, amiről el kell döntenünk, hogy melyik módszerrel fogjuk kiszámolni. Megint az ellentét együtthatók módszerével is könnyedén tudunk haladni, meg a behelyettesítéssel is, mivel hogy az ellentét együtthatók módszerénél látjuk, hogy akár az alfát is ki tudjuk ejteni úgy, hogy beszorozzuk az egyik egyenletet mínusz egyel, akkor itt kapom, hogy mínusz alfa, plusz alfa az ugye nulla alfa lesz, vagy a második egyenletet, ha beszorzom kettővel, akkor azt kapom, hogy mínusz 4 gamma, plusz 4 gamma, tehát ki fog esni a gamma. Mivel
Az előbb az ellentéti juthatók módszerével dolgoztam, ezért én most a helyettesítés módszerét fogom választani, de nyugodtan otthon ti próbáljátok meg az előbb adtam hozzá segítségét, hogy tudjátok az ellentéti juthatók módszerét csinálni. Innen ebből az egyenletből kifejezem az alfát, tehát alfa egyenlő, a kettő gammát áthozom ugye a jobb oldalra, és akkor 140 fok mínusz 2 gamma, ezzel lesz egyenlő az alfa, és azt mondtuk, hogy mindig a másik egyenletbe fogom visszahelyettesíteni ezt a kifejezést. Tehát az alfa helyére írom, hogy 140 fok mínusz 2 gamma mínusz 4 gamma az egyenlő 110 fokkal. Kicsit rendezzük, a mínusz 2 gammát és a mínusz 4 gammát össze tudom vonni, és lesz belőle mínusz 6 gamma az egyenlő 110 fok mínusz 140 fokkal. Tehát a mínusz 6 gamma az egyenlő mínusz 30 fokkal. És akkor, mivel az ismeretlen előtt negatív az együttható, ezért szorozzunk be mínusz 1-jel. Tehát a 6 gamma az egyenlő 30 fokkal, és innen kapom, hogy a gamma az 30 per 6. Hogyha őket ugye leegyszerűsítjük, akkor itt marad 5, itt pedig 1. Tehát megkaptuk, hogy a gamma az egy 5 fokos szög lesz. Akkor most ide, ha visszahelyettesítem a gammát, akkor meg fogom kapni rögtön az alfát. Tehát az alfa egyenlő 140 fok mínusz 2 ször 5 fok, és az alfa az egyenlő 140 fok mínusz 10 fok, és innen megkaptuk, hogy az alfa az egyenlő 130 fokkal, és már csak a beta szög hiányzik, hogy mennyi. Itt bármelyik egyenletben, ahol ott szerepel a beta, oda be tudjuk helyettesíteni, amit már eddig megkaptunk. Itt van egy egyszerű egyenlet, hogy a beta az egyenlő a gamma plusz 40 fokkal. Tehát a beta egyenlő, a gamma azt tudjuk, hogy 5 fok plusz 40 fok, és a beta egyenlő 45 fokkal. Tehát megkaptuk, hogy ennek a háromszögnek a szögei 130 fok, 45 és 5. Úgyhogy írjuk le egy rendezett hármasba, hogy az alfa, beta, gamma hármas mivel egyenlő, az alfa helyére írom, hogy 130 fok, a beta helyére írom, hogy 45 fok, és a gamma helyére pedig írom, hogy 5 fok. És akkor én ennyit készítettem mára. Köszönöm a figyelmet, és jó matekozást kívánok mindenkinek!